A hamburgi büntetőbíróság 2 év felfüggesztett börtönre ítélte a Stutthofi koncentrációs tábor egykori őrét, egy 93 éves férfit. A bíróság úgy találta, hogy a férfi 1944-ben és 45-ben az SS tagjaként bűnrészes volt, 5232 ember halálában. A férfi ügyét a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó szabályok szerint kellett elbírálni, mert 17 évesen lett őr a táborban. A vádlott nem tagadta, hogy az SS tagjaként őr volt Gdansk mellett, de azzal védekezett, hogy őrtoronyban teljesített szolgálatot, és nem tudott arról, pontosan mi folyik a táborban. A vádlott olyan információkat osztott meg a vádhatósággal a Stutthofi koncentrációs táborban végzett tevékenységéről, amely nélkül a nyomozást nem lehetett volna lefolytatni, mondta el az ügyészség szóvivője. A férfi azt mondta, megrázták a tárgyaláson hallott tanúvallomások, és bocsánatot kért az áldozatoktól. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy egy 17 éves embertől nem volt elképzelhető, hogy ellenszegüljön a parancsoknak. A Stutthofi koncentrációs tábort 1939-ben hozták létre. Kezdetben lengyel politikai foglyokat őriztek itt, később munkatábor, végül megsemmisítő tábor lett. 110 000 embert tartottak itt fogságban a háború alatt, és 65 000-en haltak meg.